Többségünk alig, ha nem, még nem találkozott éles helyzetben sugárzásmérő eszközökkel, azonban egy bizonyos típus hangja mindannyiunk számára ismerős lehet. Na, ez az a furcsa kattogás, amit szinte azonnal a radioaktivitáshoz kapcsolunk. A mai videónkban a két talán legáltalánosabban elterjedt sugárzásmérő fajtát mutatjuk be. Én Zahár Milán vagyok a Szikla Kórház Atombunker Múzeumból. Tartsatok velünk! Korábbi videóinkban már szó esett a radioaktív anyagok működéséről, most azonban kicsit részletesebben utána járunk, mi is maga a sugárzás, amit ezek a műszerek érzékelnek. Kémiai elemek esetében egy bizonyos tömegszám fölött az atommagot összetartó erők már nem elégségesek, így instabillá válnak. Az alapján, hogy mit adnak le az atomok stabilitásuk érdekében, három fő fajtáját különböztetjük meg a sugárzásnak. Alfa, béta és gamma sugárzást. Az elsőben két proton és két neutron távozik, a másodikban egy elektron, a harmadikban pedig egy foton. Lényegében ezek valamelyikét érzékelik és jelzik, ezek a sugárzás mérőeszközök. A hidegháború időszakában egy atomcsapás lehetősége igen reális volt. Így minden hadsereg felkészült az e fajta katasztrófa helyzetek kezelésére. Ezért aztán a különféle vegyvédelmi felszerelések, gázálarcok mellé bekerültek az arzenálba a nukleáris felderítés és mentesítés eszközei is. Ez egy IH-11-es Geiger-Müller számláló. Főképp alacsonyabb sugárzás pillanatnyi mérésére szolgál, így leginkább egy-egy ember, személy vagy tárgy szennyezettségét mutatja. Filmekből ezt a fajtát ismerhetjük jellegzetes kattogó hangja miatt. A mérőfej, amit a Geiger-Müller szavak után GM csőnek is szokás hívni, lényegében egy semleges gázzal töltött tér, középen egy elektromosan töltött vékony fémcsővel. A beérkező sugárzás következtében az említett gáz részecskéi elveszítik semlegességüket, és így részlegesen zárják az áramkört. Ennek a hangját hallhatjuk a műszer révén, és ez mutatja, mennyi sugárzást okozó részecske került a mérőfejbe. Egy másik eszköz az IH-21-es személyi sugárzásmérő. Ez egy doziméter. A Geiger-Müller számlálóval ellentétben ez nem a pillanatnyi radioaktivitást méri, hanem a használat során elszenvedett teljes sugárzás dózisát. Ha valaki például atomerőműben vagy hasonló környezetben dolgozik, ez az eszköz fogja számára megmutatni, hogy meddig tartózkodhat biztonságosan ezen a területen. A doziméterek működése sokféle lehet, azonban többségében a Geiger-Müller számlálóhoz hasonlóan a sugárzás által megváltoztatott töltöttséget használja ki. Mivel azonban ezek az eszközök folyamatosan mérnek, két használat között le kell nullázni őket. Ezt a célt szolgálja az itt látható szerkezet. Szerencsére a hidegháború hivatalosan már véget ért, így ezek a gépek mára már leginkább civil munkaeszközök. Azok számára viszont, akik ilyen veszélyes környezetben dolgoznak, szó szerint életmentők lehetnek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!